napot kívánok! Hare Krishna! Jó, hát akkor én Forsajter Miklós vagyok, az ELTE filozófia szakán végeztem a szakdolgozatomat, Wittgenstein materialista ontológiájából írtam. Filozófiai példaképen Richard Dawkins, úgy gondolom, hogy ő az, aki valójában a modern ember gondolkodását a legpozitívabban formálja, azzal, hogy ugye mindenféle elavult hiedelmet, vallásosságot próbál kigyomlálni az emberiségnek a tudatából, és hát most nagyon nagy érdeklődéssel fordulok ugye itt ehhez a beszélgetéshez. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt Goswami, ha szabad így szólítanom, hogy milyen érvekkel tud még így előhozakodni általában a világnézettel kapcsolatban, amiről így beszélgetni fogunk. Nagyon kíváncsian várom, hogy milyen válaszokat kapok az, azt gondolom, jól végig gondolt kérdéseimre. Jó, várunk a kérdéseidre. Ja, hogy akkor én kezdjem. Igen. Jó, hát... Hát te jöttél ide. Igen, igen. Összességében én úgy látom, hogy a mindenkori vallásosság az pusztán arra szolgált, és hát arra szolgál ma is, hogy a tudatlan embertömegeknek végül is egy valamilyen kis vigaszt nyújtson itt az élet hullámai között, hogyha ők, nem tudom, megnyugszanak ettől, hogy akkor hisznek ezekben a hiedelmekben, akkor ez nekik lehet, hogy jó, lehet, hogy ők úgy gondolják, hogy jó, de összességében a vallás az arra szolgál, hogy csak befolyásolhatóvá tegye az embereket, és hát végül is tudatlanul tartsa az embertömegeket, és erre találták ki a vallásokat, hogy az embereket akkori tudatlanságban tartsák. Teljesen fordítva gondolkozom, mert amikor ember vallástalan, akkor befolyásolható. Mert akkor kapnak egy hamis és értelmetlen értékrendet. Mit jelent, hogy értelmetlen értékrend? Ez az, hogy vásároljál, élvezd magad, annak mi az értelme. Ez egyenlő öngyilkossága, mert amikor valaki csak vásárol, egy ember, amikor vásárol és csak próbál élvezni, akkor tompul a tudatja, akkor lehet manipulálni, okay, gyere, most ezt vedd meg, most azt vedd meg, most ezt csináljál, most ez a zene neked, és ember függésbe kerül. De amikor ember a vallásos, hát először megkapja valódi értékrendet. Amikor megkapja, akkor rögtön tapasztalja, ez így is van. Amikor, amit te mondasz, az alapján él valaki, mindenki kételkedik. Biztos jó irányba megy, biztos ebből áll az élet? Mint egy disznó? Mit csinál ember, egy disznó vagy egy állat? Eszik, alszik, szoporodik, védekezik. És a vallástalanság állati szintre lenyomja az embert. Ember kezd enni, vagy az is csinálja, de hogyha ez az értékrend, eszik, alszik, szoporodik, védekezik, ez mitől különbözik az állattól. De amikor van vallásos értékrendek, amit mondtam, eredeti, akkor ember belül is émi, mert lélek, akkor belül érzi, na végre. Mert mindenki kételkedik, hogy ez a materializmus az igaz. Amikor megkapja a vallást, akkor belül van rögtön megerősítés. Igen, ez a valóság, ez az élet. És ekkor befolyásolhatatlanra válik. Hát, hogyha mi megnézünk, 100 év ezelőtt, 200 év ezelőtt, mikor természetesen vallásos, nem ilyen, hogy csak egy tábla van rajta, vallásos vagyok, és akkor vasárnap megyek templomba, hanem amikor emberek tényleg Isten tudóak voltak,
Nézd meg, hány pszichiáterre volt szükség, hány pszichológusra volt szükség, hány ember volt elégedetlen, hány ember volt depresszióban, hány ember volt beteg. Most, amikor vallástalanság dominál, kérdezd meg, menj, csak csinálj egy statisztikát, és meglátod az eredményből, hogy mi történik. Mindenki függ, mindenki fél, mi lesz holnap, mindenki függ a körülményektől, mindenkinek van problémája, betegség, pszichikai kapcsolatok, minden, nem működik az élet. Szóval az a értékrend, amit elméletet képviselsz, gyakorlatban zsákutca, betegségek, frusztráció, depresszió, és itt van. Nem kell vitatkozni, mint elméletet, elmélet szerint velem, hanem itt van a tény. Hogy mindig, ahogy mondjuk, a gyümölcsből ismerünk meg egy rendszert, és hogyha megnézzük a materialista rendszert, mi a gyümölcse, nézzük meg, mikor van vallásos rendszer, mi a gyümölcse. Most nem is házasodnak össze az emberek, de vallásos ember ez nem csinálja. Akkor ez azt jelenti, vallásos ember, vallás, ez erős családot jelent. A materializmus szétszette a családokat. Ezért mindenki boldog, mindenkinek szívében van igény családra, de az értékrend ellene szól, ezért emberek skizofrén állapotban élnek. Belül van természetes igény, kívülről a nyomás-agymosás ellentét. Nagyon sok igazság van abban, amit mond, kedves Goswami. Az igaz, hogy az emberek között sokan frusztráltak, a jelenlegi társadalomban valóban sok a zavarodottság. De úgy említette ezt az agymosás kifejezést. Tehát én azt gondolom, hogy maga a vallásosság, maga a mindenkori vallás végez egy szisztematikus agymosást az embereken, elhiteti velük, hogy van egy legfelsőbb irányító, akitől félni kell, olyan szigorú szabályokat ad ez az elképzelt, állítólagos legfelsőbb irányító, meggyőzik az embereket, hogy akkor ezeket az emberek által kreált szabályokat kövessék, és egy állandó félelembe éljenek, hogy jaj, most ha megszegek valami szabályt, akkor majd annak mi lesz a következménye, és akkor ez csak egy ilyen babonás, primitív dolog, és igazából ez az, ami szerintem félelembe tartja az embereket, és hogyha megszabadulnánk a vallástól, akkor az emberek szabadok lehetnének, és nem kéne állandóan rettegniük valamilyen elképzelt, nem tudom, legfelsőbbtől. Amit mondasz, annak van egy kis jogos alapja, mert most minden második ember indítja magát, mint egy vallás guru. Ilyenkor igen, elhiteti embereket, és maga alá rendeli embereket, és szektát csinál. Ebbe van jogos, amit mondasz. Ezért fontos, hogy hiteles személyeket kell követni, vannak hiteles valláskövetők. Hogy mit jelent? Az azt jelenti, mert hogyha egy hiteles embert követsz, akkor te nem el fogsz hinni, hanem te kapsz lelki élményt. És aki kapta, megkóstolta a lelki ízeket, az nem el van hitetve, be van agyva, be van mosva. Ez ugyanúgy, mikor adok neked fagyit, te kóstolod, és mondom nekid, mi kérdezem, na mennyire sós? Azt fogsz mondani, az édes. És akkor nem, ez veled elhitették, ez sós. És fogsz mondani, nem hitették el, hát én tapasztalom, hogy az édes. Érted? Szóval ugyanúgy a vallással, hogyha egy hiteles szemétől kapunk, megkapunk az élményt, lelki élményt, akkor itt már ez az ember nincs önhipnozis alatt. Én értem, de miért kell ez a sok szabály? Miért kell az embereknek megmondani, hogy mit csinálhatnak, mit nem csinálhatnak? Miért nem csak élhet mindenki szabadon, boldogan, ahogy éppen szeretne? Miért kell az, hogy tudod? A másik meg az, hogy az egyik vallásban
egyik vallásban az állítólagos Isten azt mondja, hogy disznóhús nem szabad enni, a másikban bort nem szabad inni, a harmadikban meg egyáltalán nem szabad húst enni, a negyedikben itt növesztik meg a hajukat, a másikban meg ott, és akkor úgy tűnik, mintha Isten egy ilyen önellentmondásban lenne az egyik vallásban. Ezt tiltja meg a másikban azt, de igazából lehet, hogy ezt csak az emberek találják ki maguknak, meg mondom a tudatlan embertömegeknek, hogy így korlátozzák őket valamilyen módon, és megfosszák őket a szabadságtól. Azok, akik vallásvezetők, lelki vezetők éretek, ők látják, hogyha néha van, úgy látszik különböző utasítást, de látják mindig a szándék és a cél felébreszteni emberbe Isten szeretetet. És a különböző népeknél, különböző időben van különböző gyengeségei. És akkor mondja arra, nézzük meg, Jézusnak a fő parancsolata milyen volt? Hát az ismereteim szerint az, hogy a szeresd a te uradat, Istenedet. Nem. Nem. Tehát akkor újra kell vennem a könyveimet. Ne őj. Ja. Hogyha ő azt mondta, ne őj, az nem úgy volt, hogy elment egy békesség szigetre, és ott kezd mondani, ne őj. Ez azt jelenti, hogy iszonyú nagy ok volt. Ez azt jelenti, abban a korszakban megülne egy embert, mint lecsapni egy szúnyagot. Jó. Ott ülték emberek, egy emberi élet nem volt egy érték, és ez nagy bűn volt. Ezért ő mondta, ne őj. Ne őj embert, ne őj állat. Szóval, mert ott embert megölni, állatot megölni, akkor az nem volt egy probléma. De ez egy akadályozó szeretetet. Mert szeretet, ez egy érzés, érzelem, érzékenység. És mikor te ölsz meg, te ölsz magadba az érzékenységet. És ezért meg kell állni, ezt csinálni. Akkor ebbe korszakban az Istentől utasítás, ugyanúgy ne ő ez minden korban aktív. Most emberek nem annyira embereket ölnek meg, ami az is van, de állatokat, és ugyanúgy érzéktelenek, akkor más, amit korlátlan nem élet, most nem tudom, megenni egy fagyit, vagy élni egy nem életet, már egyenlő dolog. Miért ez egy probléma? Vagy alkoholfogyasztás, kábítószer? Ezek a tevékenységek az elméjét nagyon erősen zavarba hoznak. Nyugtalan lesz az ember. Egyre jobban és jobban. És nyugtalan ember nem tud meditálni. Ezt írja a Yoga Sutra, az nagyon sok más írást is írja, hogy mielőtt te tudsz lelkileg fejlődni, nyugod legyél. De ahhoz, hogy legyél nyugod, ne csinál azokat, ami egyfajtából felkavarják hullámokat az elmédbe. És ezért kell, és nem mondja, ne csináld, Krisna nem mondja, ne csináld ezt, ne ő igen, de mondjuk a nem életet. És Prabhupád mondja, embereknek van igény rá. Jó, de akkor szabályozott, nem össze-vissza minden a saroknál, hanem férj, feleség. Szóval nem olyan, nincs. Lehet, mert igény van, gyerekeket is akarnak, oké. Alkohol ezt te totál zavarba hozza, az jó, hogyha nincs. De hogyha akarsz mámorítás, akkor énekelj el Hare Krishnát, legyik, amit tegnap csináltunk, ugyanolyan hatása lesz, csak nem káros, hanem tisztítja a tudatot a karmától. Szóval ezek a szabályok ezért vannak. A szeretet, szabadság szabály, te szabad legyél ettől a világnak a hatásától. Mert te benne vagy a világban, egyfajtából téged elnyomja. És azért egyensúly kell, ahogy mondja, Bhagavad Gita-ból olvasunk. Nem lehet jogi, aki túl sokat alszik, vagy túl keveset alszik. Nem lehet jogi, aki túl sokat eszik, túl keveset eszik. Szóval kell egy ezek kis egyensúly. És már is ember itt békés, és akkor felszabadul kapacitás lelki élményekre. De amikor te zavarba vagy, cunami van a fejedbe, az azt jelenti, te csak koncentrálsz az anyagra, és nincs kapacitásod lelki élményekre. De ezt csak nyugodt, békés elmével lehet csinálni.
Ezért a jogik mentek el Himalájukba, és ott meg kellett nyugtatni Asana, Pranayama, ott is van szabályuk. Volt a 10 szabály, tudod, Yama, Niyama. Akkor ezt gyakoroltak, Asana, Pranayama, ez minden egy célot szolgál, kettő célt. Ellazul a test, hogy nagyon laza legyél, mert amikor meditálsz, nem lehet feszülten meditálni, és megnyugtatja a tudat teljes mértékben, és utána tudsz meditálni. Utána lehet róla szó a lelki élményekről, de zavart ember nem tud. Elfogadom annak a létjogosultságát, hogy morális elvekre tanítsuk az embereket, és akkor erre valóban szükség van a társadalom mindenkori békéért szempontjából. De várjál csak! Igen. De miért vagy ellentmondásos magaddal? Mert hogyha nincs Isten, és csak így véletlenül vagyunk, akkor mi az értelme morális elveknek? Hát csak, hogy a társadalomban ahhoz, hogy béke legyen, hogy az emberek... De minden neked béke? Élvezd ki magadot, ahogy csak bírod. Kit érdekel hát, a béke? Akkor a másoknak az élvezetét korlátozza az egyik. De miért téged érdekel a másik? Na, és akkor mi van? Hát mert akkor lehet, hogy az én békemet is zavarják de mások, és nem akkor ezt nem szeretném. Hogyha te egy kicsit jobban tudsz könyökölni, akkor csak tanuld meg jobban. Rafkosabb lenni, és akkor csak használd ki mindenkit. Legyél, egyszer élsz, egyszer életed hát van. Azért az mégis olyan szép dolog. Hát. De mi a szép nem az a szép. Az a szép, ami neked jó. Ez a te, de ez én is szeretem, hogyha az embertársaim boldogok és békések, az nekem örömet okoz, tehát én legyenek ők boldogok, de miért kell ehhez kitalálni valami tündérmesét, hogy itt karma törvénye van, meg egy Isten van, miért nem lehet csak megmondani az embereknek, hogy viselkedjenek jól, de miért kell ijeszgetni őket és kitalálni egy ilyen, tehát mi a bizonyíték mondjuk a karma törvényére, tessék? Mi a bizonyíték karma törvénynek? Hát nézzünk egy példát. Mondd meg nekem, hogyan képes egy 5 éves kisfiú úgy zongorázni, mint egy, aki 30 évet gyakorol zseni zenész. Hát mert olyan aminosavak vannak az agyában, amelyek úgy kapcsolódnak össze, hogy pont úgy létrehozzák ezt a zenei készséget. Hát látom, hogy neked nem túl sok aminosavad van. Oh. Mert válasz nem volt meggyőző. Hát az lehetséges, sajnos. Ez egy nem, de mert tudod, mert akkor miért ennek kisfiúnak van annyi aminosom, és miért mondjuk nem tudom hány gyerek van, mondjuk fogjuk 1 milliárd gyerek, és miért csak ketten vannak így? Miért nem mindenki ilyen? Hát ezt most még nem tudjuk, de a tudomány rá fog jönni rövidesen. Tehát most még nem tudunk rá válaszolni, de már a kutatások. Ez már reneszánsz óta halljunk ezeket az ígéreteket. És van egy orosz mondás, ne etessétek minket a holnapokkal. Hát annyi mindenben fejlődött a tudomány, hát pont ebben még kicsit van lemaradásunk, de hát sok minden más eredményt elértünk, még erre is rá fogunk jönni idővel. Ez rá fogunk jönni, erre már van védő, olvasd el a védát, és ne pazaroljad az időt, és megfogsz, és rájössz. Igen, ott leírásra kerülnek ezek a, tehát kapok koherens válaszokat ezekre az egyébként igen, fontos kérdésekre? Igen, ott mindent megkapod. Akkor azt hiszem a tanulmányaimat még egy kicsit ki kell egészíteni igen. Majd a védikus. És tudod, hogyha mondjuk nincs karma, akkor miért te így nézel ki, és mindenki más nem úgy néz ki, mint te? Hát már ugye a géneinket örököljük a szüleinktől, és akkor azért... De miért a szüleink máshogyan néznek ki, nem egyforma? Hát már az ő szüleik is. Igen, de hogy jött létre véletlenül ennyi sok változatosság? Hát nagyon sok idő volt rá. Tehát itt az évmilliók során itt annyi változatosság kialakulhatott, hogy az... Jó, akkor elmesélek neked egy sztorit, jó? És mondd meg neki, ott mi a sztoriban, ami nem valós. Jó? Jó. És akkor megértjünk, hogy mi van minden mögött, és hogy működik a karma. És
a Newtonnal. Ismered a Newtont? Természetesen tanulmányoztam. Igen, részletekben. Akkor tisztelet. Akkor ön szemedbe egy autoritív személy? Igen, ő egy nagyon jó. Nagy tudós volt. És tudod, volt. Hogy Istenbe hitt? Hát mindenkinek vannak tökéletlenségei, abban a korban ez még megbocsátható, még, akkor még megbocsátható volt, még nem tartott ott a tudomány, ahol ma, de hát azért tiszteljük, mint nagy elődöt, de hát... Jó, ki tudjuk szűrni a hasznos dolgokat. Természetesen, igen. Jó. Volt neki egy barátja, nem, lehet, hogy te voltál az. Ja, egy nagyon hasonló, igen, nagyon hasonló mentalitású volt, mert amikor Newton neki magyarázta a világ egyetemről, hogy nézd meg ezt az egyetemet, itt tudományos bizonyíték, ez nagyon, ő azt mondta, nagyon tudományos hozzáállás az, hogy itt valaki ezt a bonyolult rendszert létrehozta. És a barátja mondta, nem, ez a, volt sok idő, gének, aminosavak, szóval ugyanúgy mondta, mint te. És egyik alkalommal volt egy kiállítás. Erre a kiállításra eljött a barátja, a Newton is ott volt, és ő is hozta a saját dolgokat kiállításra. A barátját a legjobban megragadt egy makett. Volt föld, bolygók, és ez mechanikusan forgott, ment minden pályán, és ez annyira megtetszett, és akkor odajött hozzá, és kérdezte, ezt a modellt ki csinálta? Newton mondta, senki, magától. Hogy magától? Hát, én csak jöttem ide, és itt volt. Így magától, egy idő, sok ideje volt neki, és megnyilvánult. Azt mondja, ne, hát nézd meg, azt mondja, itt a mechanizmus, valaki kiszámolta, hogy kell, kifaragta a bolygókat, megmérte a távolságokat, tehát ez így, és Newton mondta, nem, ez így magától megjelent. És akkor elkezdte neki bizonyítani a barátja, hogy ez nem lehet magától, és még egyszer mondta, hogy itt nagyon nagy intelligencia van elmögött, aki ezt a kis modellt létrehozta. És utána Newton mondja, látod? Te nem hiszel, hogy ez a primitív modell, ez egy primitív dolog. Te nem hiszel, hogy ez magától létrejött, de ez a bonyolult modell, ami ennél végtelenség bonyolultabb, hogy ez magától létrejött. Gondolom a sapkát is csak úgy megnyilvánult. Jó? Van még kérdése? Hát most ezen eszem, hogy el kell gondolkoznom egy kicsit. Jó, akkor majd gyere legközelebb. Jó? Tud esetleg ajánlani egy olyan könyvet, amiből ezekről a megfelelő információval tudok akkor igazdagodni? Igen. Hát az első, ami bevezető, ez az önmegvalósítás tudománya, és utána már, amikor ezt elolvasod és bevezetve vagy, akkor egy alaptudomány, ez a Bhagavad Gita, ahol Krishna mondja, aham sarvasya prabhava, tőlem minden árat, én vagyok mindennek a forrása, az egész világnak. És utána matakszaram pravartata, és minden én tartok fel. Én tőlem árad az energia, ami fenntartja és működteti mindent. Ezt ott tudsz tanulmányozni. Nagyon érdekes volt, köszönöm szépen a beszélgetést. Hare Krishna!